Orányi Ágnes, a VNTV szerkesztő műsorvezetője, valamint gerinc és lélekjóga oktató. Számára is teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan az az áldás és csoda, hogy meghatározhatatlan idők óta csak a tiszta valóságra, az igaz, feltétlen nélküli szabadságra és szeretetre, mint eredendő természetünkre való ráébredéssel, ráébresztéssel foglalkozhat. Ez pedig már önmagában véve is kegyelem, amit megosztani másokkal is a legnagyobb boldogság és a legcsodálatosabb küldetés. Fogadjátok szeretettel! Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozót, én végtelenül hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. Nemrégiben még azzal dicsekedtem, hogy nekem van egy jegyem és belépőm az aranykorba. És amikor erre rájöttem, hogy ez azért úgy így beérkezett csak úgy az életembe egy ilyen meghívó az aranykorba, azt gondoltam, hogy ez jó. És nem is értettem, hogy mi ez a sok szomorúság itt körülöttem. És akkor eltelt pár hónap, és kaptam a következő meghívót az Istenkorba is, és aminek azért van nagy jelentősége, fogok erről beszélni majd későbbiekben is, hogy ezt ti is átértétek el. Tehát, hogy leesette ez, hogy hol vagytok most, hogy mi az a rendezvény, hogy itt erre ti rezonáltok. Tehát valamelyik részetek megtalálta ezt az egészet kölcsönösen, és hogyha már csak ezt az egyet tudatosítanád magadban, hogy jaj, Jézusom, hol vagyok én most itt, mi ez a rendezvény, mi az, ami most történik a valóságomban, akkor már itt azt mondanátok, hogy hát itt nincsen semmi probléma, kérem. Itt már minden készen van, itt már minden rendben van. Nagyon örülök Dávid előadásának, mert abszolút mértékben erre épül, amit én fogok mondani, illetve szeretnék még mélyebbre menni, de nem elvarázsolni szeretnélek benneteket, hanem inkább kivarázsolni abból, amiben észrevétlenül, akár évezredek óta itt bele vagyunk ragadva, és minden esély megvan arra, hogy amiről Dávid beszélt, hogy az isteni találkozás, az Istennel való találkozás, vagy az Isten felismerése bennünk meg tudja történni, vagy az Isten fel tudja bennünk ébredni. Ehhez egy-két dolgot így elbeszélnék. Én erre gondoltam már, mikor Csaba meghívott, akkor ugye automatikusan jönnek a válaszok már attól a pillanattól kezdve, hogy vajon mit is kell itt mondani majd. És igen, lehet, hogy a végén majd valami újat is fogtok kapni. Tehát nagyon sokan megfogalmazták már azt, főleg a szellemi ember, hogy mi az, amire most ebben az időszakban ő nagyon vágyik. Vágyik arra, hogy legyen a Földön egy olyan hely, amelyikre egyik nemzet sem mondja azt, hogy a sajátja. Hogy legyen a Földön egy olyan hely, ahol olyan emberek élnek körülöttünk, akik jó szándékúak, akiknek minden céljuk a szeretet és a szeretetteljes élet és együttműködés. Olyan ember, akik szabadon akarnak élni. Olyan emberek élnek ezen a helyen. Olyan hely, ahol ezt a vad erőt, ugye, amivel harcolni akarunk és küzdünk állandóan, ezt a vad erőt valami egészen másra fordítják. Például arra, hogy a gyengeségüket és a tudatlanságukat legyőzzék. Ezt a nagyon erős harciasságot, ami van bennünk, ezt fel lehet használni rengeteg minden másra, ahol a legnagyobb diadal az, amikor legyőzzük a féktelen vágyaink teljesítését anyagi dolgokkal. Tehát ez a kérdés, hogy létezik-e ilyen hely, vagy a mai ember csak álmodozik, miközben ő maga nem úgy él, ahogy amit szeretne igazából elérni. Létezik-e olyan hely, ahol a léleknek a szükséglete és a fejlődése a cél és a mérvadó? Tehát, és akkor innen indulnánk, hogy létezik-e vajon ilyen hely, és hogyha már meg tud fogalmazódni ez a hely vágyként,
ha meg tud fogalmazni akként, hogy ezt kifejezi, nagyon-nagyon régóta kifejeződött már, ez gyönyörűen megfogalmazódott, de vajon létezik-e egy ilyen hely? És akkor oda mennék én most vissza, hogy mi ez a vágyakozás, ugye a mai ember, vagy nem csak a mai ember, lehet, hogy a régiek is, de én erről nem tudok nyilatkozni, hogy velük mi volt. A mostani embernek van egy nagyon jó módszere arra, hogy napról napra megpróbálja magát jobban érezni, elkezd keresni dolgokat. És azt mondja, hogy majd ha meg lesz ez a jó állás nekem, akkor majd boldog leszek. Majd ha a világban újra béke lesz, akkor majd én nekem jó lesz, és boldog leszek. És akkor a gyönyörűséges rendezvénye mai, majd ha eljön az Istenkor, és csodálatos, szorgalmas emberek majd ezt megteremtik, és majd én oda beléphetek, akkor én majd boldog leszek. De valaki egyszerű dolgokkal is megelégszik, megveszem ezt az autót, vagy majd ha lesz egy kapcsolatom, tényleg. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ez nem marad abba. Tehát ez a fajta törekvésünk, mi irányítja ezt? Tehát amikor én elérek valamit, mondjuk megvan az az áhított autó, vagy ez a jó állás, sőt, rengeteg mindenünk megvan itt a mai világban, én most itt erről a környezetről beszélnék, nem vonnám bele az egész földkerekséget, ami itt a mi valóságunkban megmutatkozik. Nagyon-nagyon sok mindenünk megvan, és mégis mindig azt mondjuk, hogy majd, ha én felfedezem magamban a Jóistent, majd boldog leszek. Valaki azt is mondja, hogy na majd, ha én meghalok, majd akkor majd ott boldog leszek. És hogy mi ez a folyamat? Ugye ez biztos mindenki magában felismeri, lehet, hogy most is van egy-egy ilyen cél bennetek, hogy majd, hogyha amiről itt a Dávid beszélt, majd megtapasztalom, egyszer csak, majd valahogyan megkapom, ha majd rászolgálok, majd valami csoda történik, akkor majd boldog leszek. Na most ugye itt az történik, hogy egyszerűen azt a jelenlegi boldogságot, amiben már most is vagy, kihelyezed a jövőbe, egy másik helyre, egy másik időbe. És mindig csak visz az új. Ugye van erre egy nagyon jó példa, amikor a csacsira rábotozzák a répát, az a bot az ugye elég stabilan tartja a távolságot, soha el nem érhető répa. Na most ezt a répát, ezt mindannyian mi kötjük magunk elé, és kergetjük. Tehát ugye ez az egyik dolog, ami most egy kicsit én nem kicsúfolni akarom magunkat, nyilván nem véletlenül vannak ezek a dolgok, tehát nem véletlenül vagyunk így, vagy úgy mondjam, programozódva. Tehát amikor én kihelyezem magam mindig a jövőbe, nem magamat, hanem a boldogságomat a jövőbe, vagy valami feltételhez kötöm, akkor annak az lesz az eredménye, hogy mindig bemaradok a saját boldogságomról és a jelenlegi pillanatok boldogságáról, és mindig már a következőre gondolok. Ugye majd, ha Jézus eljön újra, majd akkor mindenki boldog lesz egyszerre. Tehát érdemes erre odafigyelni, ezt mindenki magában meg tudja nézni, hogy mi van a kis listáján, milyen feltételeket szabott már meg magának. Ugye a feltétel nélküli szeretet. A feltétel nélküli szeretet most a legnagyobb csali, azt gondolom, és az azért nagyon fantasztikus, hogy eljutottunk ide, mert a feltétel nélküli az szeretet az egyetlen dolog, amit nem érdemes egyáltalán keresni. Mert nem lehet megtalálni. Mert minden az. És amikor minden az, akkor nem látod meg. Ugye volt egy gyakorlat ma, hogy nézzél jobbra, nézzél balra, nézzél jobbra, nézzél balra, minden az. De ugye nem az a tudás van belénk rakva, vagy lehet, hogy mi sikrottunk el felette, vagy ugye nem tudjuk kihallani a dolgokat, erről is fogok egy picit beszélni, hogy mi az, ami esetleg elviszi a megértésen keresztül ezt a dolgot. Nézzük meg, hogy mitől nem vagyunk, mitől nem érezzük ezt a boldogságot. Dávid beszélt az egységről, az, hogy ettől az egységtől, hogy ez az egység, majd arról is fogunk beszélni, ettől az egységtől mi el vagyunk választva. Tehát itt és most mindenki már teljes. Itt és most ebben a pillanatban már mindenki az, aminek lennie kell. Itt és most nincsen semmi, amit ki kellene teljesíteni, amit meg kellene menteni, amit fel kellene még turbózni, amit fel kellene fejleszteni, de mindent kitaláltunk már, minden kifogást kitaláltunk már arra, hogy én ne legyünk boldogok.
Mert ugye ez milyen ciki, amikor azt mondja veled, hogy de te már most az vagy, már most boldog vagy. És akkor hát ugye ez már az egy elég nagy kellemetlenség, amikor ezzel szembesülünk, hogy úgy tényleg, és akkor azt mondjuk, hogy úgy, hogy vagyok, ez azt gondolom, hogy a legkisebb probléma, mert ez még talán igaz is, hogy ezek vagyunk ebből a szempontból. Tehát itt az egységtől való elkülönültség érzet, ami minket egy félénk, félős, mindennek kiszolgáltatott lénynek állít be, így érezzük magunkat. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan érzik ezt, hogy magányosak, hogy egyedül vannak, hogy egyedül kell megküzdeni a dolgokkal, hogy az élete legnagyobb helyzeteiben egyedül van, igenis jelen, és egyedül kell megoldani a dolgokat. És ez az elkülönültség érzet okozza azt az én képet, amikor én teljesen külön vagyok ettől a nagy egésztől, és én írdatlan módon meg kell, hogy küzdjek, túl kell, hogy éljek. Érezzük az életnek, azt gondolom, a boldog pillanatait, hogy mi mindennel kell megküzdeni. Na most, amikor én így érzem magam, hogy én így egyedül vagyok elkülönülve, akkor ez az energia, amik mi vagyunk, ez egyszerűen összehúzódik egy picibe. Nekem most itt valakinek az előadásában, amikor volt, hogy a 100% helyett ugye 4% ez a megnyilvánult világ, szerintem csak most nem biztos, hogy igaz tudományosan, össze vagyunk húzódva erre a kicsi 4%-ra. De ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy az, hogy te nem vagy az egység maga, és nem vagy ez a teljesség, és nem vagy ez a csodálatos isteni teremtmény teljességében, hanem azt jelenti, hogy össze vagy egy kicsit húzódva. És mit okoz ez az összehúzódás? Ez az összehúzódás félelmet okoz. Ez az összehúzódás létrehoz egy önillúziót. Létrehoz egy téves önazonosságot. És az, ugye mondjuk itt szívjuk az egót, hogy mekkora az ego, ha a végtelenre duzzad, sem tud akkora lenni, mint amekkora már eleve vagy. És az ego minél nagyobb, annál jobban betakarja csak előled azt, aki vagy, illetve a szemedet, ugye, hogy minél nagyobb dolgot raksz ide a szemed elé, nem kell az nagyon nagy legyen ahhoz, hogy egy idő után semmit se lássál. Nem kell nagy dolog. Van erre egy nagyon jó példa, azért mondom ezeket a példákat, mert lehet, hogy ezekre emlékezni fogtok, hogyha a nagy okoskodásokra nem is. A jégkocka példája. Képzeld el azt, amikor a tengerben ott úsznak a jégkockák. Tehát attól, hogy te most egy jégkockában vagy összefagyva, hidegre vagy fagyva, mert félsz mindentől, ami körülötted van, akkor attól még az a jégkocka, az nem más minőségű, nem más eszenciájú, mint az egész víz, mint az egész tenger. Tehát ez a jégkocka, ez szimbolizálhatja azt a személyt, azt az energiát, amivel összehúzottál. Teljesen természetes ez, tehát ez nem egy hiba, nem egy probléma, nem buták vagyunk, hogy ezt csináljuk, egyszerűen össze vagyunk húzódva, össze vagyunk hagyva a jégkockába, és majd amikor bizonyos dolgok megtörténnek, vagy nem történnek meg, mert valójában ez a jégkocka nem is létezik, de a legeslegrosszabb esetben, ha ez a jégkocka kioldódik és feloldódik Istenben, nem fogsz rosszul járni. Nézzük meg, mit csinálunk még. Agyalunk. Ugye minden meg akarunk érteni. Aki, ugye egy értelmes lénynek vagyunk itt teremtve, úgy tűnik, és mindent az értelem szintjén próbálunk megfogni. Mindennek, főleg mondjuk szerintem már a mostani előadásnál remélhetőleg mindenkinek jól elfáradt az elmé, és már nem tud úgy figyelni. Úgy működünk, hogy minden, amit hallunk információt, azt lefordítjuk a saját értelmezésünk szerint. De szinte mindig az értelménél fogjuk meg a dolgokat, a jelentésénél, utána annak lesz valami érzelmi vonzata, töltete, az már egy következő lépés. Mindig csak a jelentésre figyelünk, a megértésre, mert azt gondoljuk, hogy az ösztönlénytől ez különböztet meg minket. Nagyon fontos számunkra az értelem, az elme mindent tudni akar, és ez a tudás, ez akarja definiálni önmagát, hogy miért mondom ezt. Mert úgy működünk, csak nem veszük észre, hogy amikor valamiről van egy jelentés bennem, amikor valaminek a fogalmát és a definícióját tudom,
akkor hiába látok egy gyönyörű növényt, már jön a kis Wikipédia a fejemben, hogy hú, ez micsoda, de gyönyörű, itt virágzik, ott virágzik, erre jó gyógyító, arra jó gyógyító, és meglátom ezt a gyönyörű információs halmazról, de lehet, hogy az illatáról már fogalma nem lesz. Nem jutok el a valóságig. Itt a mai embernek ebben a rengeteg információban olyan sűrűvé vált ez az információs megértésre vonatkozó halmaz, hogy teljesen betakarja előlünk a valóságot. Ha a képernyő valamit látok, valamit most én mondok, lehet elhiszitek, de ez nem a valóság lesz, hanem az, amit ti lefordítotok magatokban. De hogy miért mondom ezt? Mert ezt észreveheted magadban, hogy ezt csinálod. Tehát legközelebb, hogyha valamit figyelsz, akár egy olyan TV videót, mindegy, én is nézek videókat, és én is észrevettem, hogy írtófárasztó úgy nézni egy videót, hogy állandóan jelenik meg a fejemben, hogy akkor most ezt én érteni akarom, és akkor visszatekerem, stb. Mert nem gondolok arra, hogy ezen kívül létezik valami más is, esetleg. Menjünk tovább. Hogyha az elme állandóan ezt csinálja velünk, hogy mindent értelmezni akar, akkor ez szerint programozza is önmagát. Az ember úgy működik már, mint egy biológus. Programok működtetnek minket, programozódnak a dolgaink, gyakorlatilag egy idő után, hogyha kellőképpen irányítva vannak a felénk árasztott információk, akkor bizonyos programozottság jön létre. Tömegeket lehet gyönyörűen programozni, és azt hagyjam, de ugye a mai világban, fogok erről is még beszélni, elkezdtük ezeket feldolgozni. Rájöttünk, hogy hú, hát én már nem akarom a nagymamám mintázatát élni, én már nem akarok ugyanúgy harcolni, mint a nem tudom milyen korban élő ősünk, vagy nem akarom ugyanazokat a reakciókat a gyerekemnek továbbadni, amit én otthon kaptam. Elkezdtünk belenyúlni ezekbe a programokba. Na most ez is nagyon jó, de ami az elmében van, az mindig emlék. Ami emlék, az mindig halott. Na azért nagyon fontos ez, mert az étkezésünk és a táplálkozásunk elkezdte ezt letükrözni. Nem élelmiszerekből, nem élő ételekből, élő dolgokból készítjük a táplálékainkat, hanem konzervekből, halott dolgokból, halott mesterséges alapanyagokból. Tehát amíg én az elmémre hallgatok, az elmémben lévő emlékekre és a programokra, addig tulajdonképpen olyan, mintha lejárt konzervekből próbálnék magamra készíteni minden nap vacsorát. Tehát az egy halott dolog, mert létrehoz egy fogalmi koncepció börtönt nekünk. Mindenki, ugye a jégkockára most ráhúzom még ezt is, egyrészt össze van húzódva az energiánk, aztán az még jól elkülönülve érzi magát mindentől, és még jól be is van programozva. És akkor ugye szabad akarat, meg szabad választás, igen, ezen a börtönön belül, ha azt csinálsz, amit akarsz, áttolhatod az ágyadat a másik oldalra, vagy a tévédet, de ezen kívül nem nagyon tudunk más csinálni, viszont most már megjelentek a luxusbörtönök, elég nagyra tudtuk rugdosni, elég tágak ezek a börtönök, és nagyon-nagyon-nagyon sokan ezzel meg is elégednek. Az, hogy meg nem vagyok ebben boldog, az már egy sokadlagos szemponttá válik, mert hát itt van minden, ami kell. Tehát nagyon sok minden programokkal működtet minket, és igazából az a lény, aki mi vagyunk, ebből ki akar törni. A bennünk lévő szabad rész, a szabadságvágy és a szeretetvágy, ki akar ebből szabadulni. Nézzük meg egy kicsit az ént. Ugye, aki most itt ül, szinte tutira veszem, hogy biztos abban, hogy itt van, hogy én vagyok itt, nem valaki más, nem vagyok a jött helyettem, hanem én vagyok itt. És ezt az ént, ezt egyszerűen, amikor ez az energia összehúzódott valaminek a hatására, már valamikor a kisgyerek, aki belenéz a tükörbe és észreveszi, hogy hú, az nem egy másik gyerek, hanem én vagyok, vagy amikor megújított egy játékot az ágy alá, egy darabig elkezd üvölteni, úristen, az ágy alatt van a játék, és az most akkor eltűnt. És akkor jön egy fejlődési szakasza az agynak, amikor tudja, hogy ez begurult az ágy alá, attól még megvan. Vagy anyuka elment, amikor az óvodába elvitte a kisgyereket, és akkor már ő kicsit nyugodtabb, hogy anyuka attól nem tűnt el örökre, hogy elment az óvodába, hanem anyuka valahol van. Tehát kialakul egy én képzet, és nézzük meg ezt az ént. Nagyon
nagyon sokan foglalkoznak már ezzel, hogy keresik az ént. És tudósok mindenféle módszerekkel, meditációkkal, tényleg rengeteg módon próbálták már meg ezt felkutatni, de nem találta meg senki. Tehát, hogyha valaki azzal foglalkozik, hogy ki ez az én, aki itt ül, és én mit gondolok erről, ez mi, ez egy érzés, ez egy erő, ez egy gondolat, ez akármicsoda, nem lehet megtalálni. Tehát az énnek, magának a testednek sem nincs egy olyan szilárd pontja, amiről nincs egy fix pontja ebben az állandó változásban, amit kijelölhetnél, hogy na most ez az a pillanat, ami a horányági, ez itt most. De már ugye már nem ott vagyunk, mert mire kimondom, már egy következő pillanatban vagyunk. Ez az a pillanat, amire azt lehet mondani, hogy én hozzám tartozik a történetem, a múltam, az érzelmeim, a hitrendszerem, a munkám, a bármi. Senkinek sincs ilyenje. De mégis ragaszkodunk az énhez, és azokhoz a dolgokhoz, amiket mi úgy gondolunk, hogy ehhez az énhez tartoznak, ez a személyiség, ez a munka, stb. Nem is ez a lényeg, hanem ez az összehúzódott energia miatt, és arról, hogy tudunk is erről, nagyon valóságosnak éljük meg magunkat. Az ént, ez elkülönült ént, teljes valóságnak éljük meg. És mivel nagyon sokan vagyunk, akik ugyanezt éljük meg, maga a közösség előidézi azt, hogy mi ezt elhisszük, hogy ők is valóság. Hogy működik az én központúság? Itt vagyok én, valami életben a testben, vagy itt élek ebben a testben, ide bent. És odakint meg vannak a mások, meg van a csúnya világ, amitől most nagyon kell félni. De ugye az én, az egy én központúságból világít meg mindent. És lefordít mindent, amit tapasztal a világban, az elme szerinti értelmezésre. Tehát van egy énünk, ami nincs. Ehhez az énhez tartozik egy csomó idegen program, egy csomó idegen elképzelés, koncepció, akármicsoda, bármit hozzá tudunk tenni, hiszen úgy sem létezik, bármit hozzá tehetek, ha akarok. Na, ez eddig nem túl néz ki túl rózsásan a helyzet, de amikor az én, ugye ezért mondják, hogy illúzió minden, mert hogyha az én nem létezik, úgy mindenképpen, úgy semmiképpen nem, ahogy gondoljuk, de ha az én nem létezik, akkor hogyan létezik az a rengeteg minden, ami gondolsz magadról hozzá? És abban a pillanatban, amikor eltűnik ez az illúzió, akár annak a hatására, hogy valaki megmondja ezt neked, vagy rájössz valami olyan csodálatos teremtő helyzeten keresztül, hogy ez nem valóságos, akkor eltűnik ez az illúzió, akkor a mindenütt jelenlévővé válhat, jelenlévő energiává válhat. Arról, amiről itt beszélünk. De nem jó, hogy beszélünk róla, mert amíg én beszélek róla, addig már is egy értelmezés fogja fogadni. Ezért nem is az a legfontosabb, hogy mit értelmeztek most, hanem ennek van energiája. Emögött van egy energia, ezt is megnézzük, milyen energia van. Miért nem elégedett, miért nem boldog az én? Hát mert látszólagos. És mivel látszólagos, ez itt nem elégszik meg ezzel a látszólagossággal, mert érzi, hogy ő ez nem ez. Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket. Képére és hasonlatosságára, mondhatnám úgy is, hogy látszólagosságára. Ez is már csak egy értelmezés kérdése, de vannak olyan értelmezések, amik egy picit közelebb tudnak vinni ahhoz, amitől nem is vagyunk egyáltalán távol. Tehát ez a hiányérzet, egyrészt ez az összeszűkültségből van, hiányzik a többi részem, illetve hiányzik az a fajta kiteljesedettség, ami eleve vagyunk, csak valami a figyelmünkön keresztül nem engedi ezt láttatni. Kérdés, hogy valóban elvesztettük-e az egységet? Ezt is meg lehet vizsgálni. Valóban elveszítettük-e azt a szeretetet, amit keresünk? Valóban elhagyott-e minket az Isten, és valahol elbújt? Vagy mi bújtunk el ő előne, látszólag, a sok
elme dolgunk mögé. Elkezdjük, ugye mi történik ilyenkor, amikor érezzük, hogy valami nem stimmel, valami baj van, valami hiányzik az életünkből, elkezdjük keresni, mi a probléma. Létrejön egy kereső energia. Keresem, hogy mitől leszek majd boldogabb, keresem, hogy mitől vagyok ilyen állapotban, stb. Stb. Folyamatos keresésben vagyunk. Folyamatosan googlizunk, keresünk a következő videót, keresünk a következő választ, keresünk, hogy következő. De ne erre figyeljünk, hanem a kereső energiára. Az a kereső energia visz minket a répa után. Állandóan. Maga a kereső energia egy nagyon fontos dolog, nagyon kell ahhoz, hogy ugye érezzük azt, tehát valahogy a teremtés akarja azt, hogy ebből a beszűkültségből mi ki tudjunk újra teljesedni, hogy újra ki tudjuk oldani. Tehát igazából ez a kereső energia pontosan addig mozgatja a mi életünket, amíg erre rá nem találunk. Rá nem találunk arra, amit soha el nem veszítettünk. A jó hír az, hogy akik a közvetlen boldogságot keresik bármilyen formában, azokhoz minden megérkezik. Minden segítség megérkezik. Megérkeznek a közösségek, megérkeznek a tanítók, megérkezik mindenki, mert azért elég nagy a színház. Mindenki, rengeteg jelent, feladsz egy hirdetésre, nem vagyok boldog, és annyi minden fog érkezni a világodba, hogy tényleg egy nagyon nagy zsírvásár. Mit csinál az ember? Keresi az Istent, keresi a szeretetet, miközben soha nem veszítette el. Siratjuk az Édent, miközben ez már az. Keressük és vágyjuk a mennyországot, de ez már itt az. Nem tudjuk, hogy van-e Isten, de nincs más. Más nem létezik. Maga a létezés az Isten. Elhittük, hogy ki vagyunk üzetve az Édenből. Elhittünk mindent, és soha nem fogjuk megtalálni a boldogságot, mert nem veszítettük el azt. Nem lehet megtalálni. Tehát nincsen senki, aki fel tudna minket szabadítani, mert nincs kit felszabadítani. A Jóisten az nem ismer fel téged személyként. Nem lát. Ő azt hisz, hogy itt minden az egység, és minden a boldogság, és minden a feltétel nélküli szeretet, és a feltétel nélküli szabadság. De amikor te beszűkülsz ebbe a kicsi élbe, erre is van egy nagyon jó példa. Van egy turista busz, és leszállnak a turisták, és egy ázsiai nő átöltözik gyorsan, mielőtt visszaszáll a buszra. És keresik a többiek, hogy hát ők emlékeztek, hogy volt egy ilyen ázsiai nő, de nincs sehol. Hát elkezdik keresni mindenfelé, mindenféle helyre elmennek, szétszólódnak, csoportokat alkotnak, hívják a rendőrséget, stb. Hívják a helikopterrel, mindennel keresik. Egyszer csak a nőnek úgy leesik, hogy ó, te jó ég, ezek engem keresnek. De meg lehetett-e találni ezt a nőt? Nem lehetett megtalálni, mert soha nem veszett el. Körülbelül így vagyunk mi is. Tehát nincs senki, aki fel tudna szabadítani, mert nincs egy különálló valaki, akit fel kellene szabadítani a mennyországról. Van egy elképzelésünk a mennyországról, hogy csak szép, meg jó dolgok vannak, ugye csak szeretet van, csak béke van, egyebek. De a teremtés nem ilyen. Nem lehet, hogy a felét eldugom. Tehát ez csúnya, ez fáj, valakinek persze ez a jó. Nem lehet a teremtés felét eltakarni azért, mert mi akkor jobban érezzük magunkat. Tehát ugye itt is már van egy ilyen kizárása, egy elhatárolódás, egy látszólagos elkülönülés attól a teljességtől, ami van. Az Istenkorról és az aranykorról szeretnék egy picit beszélni, mint egy új lehetőség, ahova elmenekülhetünk újra. Gyorsan, forr a víz, mindenféle gond van, már megvan a következő répa, majd az aranykor és az Istenkor megment. Az én elképzelésemben, fontos az a szó, hogy elképzelés, mindenkor Istenkor, mert nincs más, de a lakói, azok most először lehetséges, hogy valahogy Isten emberként legyenek.
azzal a tiszta tudatossággal lehet élni. Tehát nem halunk meg akkor, amikor a személyes én kioldódik és felszabadul. Nem tűnünk el a fizikai valóságból. Az ember egy nagy tévedésben van. Ez itt az Istennek a biznisze. Az az ő bulija itt. De az ember azt hitte, hogy az övé. És ez a sok kis jégkocka, ez majd ő meg akarja irányítani, majd ő meg akarja változtatni, meg akarja javítani a dolgokat. Nem lehetséges. Az Isten az rád bízta magát, beléd helyezte magát feltétel nélkül, de szerintem egy nagy kockázatot vállalt egyébként. Viszont ő nem bízta véletlenre. Egyébként ezt érdemes megvizsgálni, hogyha Isten beléd van helyezve, akkor te hogy válsz ezzel, ennek a tudatában, te hogy élsz? Miféle elégedettség, elégedetlenség, miféle életmódot folytatsz? Illetve mégsem bízta az Isten, mint téged viszont nem bízott a véletlenre, mert minden ebből a feltétel nélküli szeretetből van. Isten láthatatlan, mégis mindenben önmagát tükrözi. Még egy dolgot szeretnék, valami hát, ha beindítja itt az emberben. Ugye ezt is mondják, hogy Isten álma vagyunk. Miért csodálatos ez? Figyelj meg, amikor álmodsz valamit. Biztos mindannyian álmodtatok már valamit. Teljes átéréssel megtörténik, de nem vagy benne, ugye? Nem vagy benne. Amikor az Isten téged álmodik, minden megtörténik, de nincsen benne. És üresség ez? Ez semmi? Nézzétek meg a világot, ez semmi? Elképesztő, fölfogni nem lehet. Nézzük, kik azok, akik ma itt vannak. Azok vannak, akik már rezonálnak az aranykorra. Rezonálnak az Istenkorra. De mi az, ami rezonál bennünk az Istenkorra? Nem a beszűkült jégkocka, hanem maga az isteni energia. Mi az, ami ide tud hozni? A színtiszta isteni energia hoz ide téged már egy ilyen programra. Mert már egy vagy vele. Nem kell keresgélni, nem kell csinálni semmit. Itt vagy, és történik. Az egység maga, az egységnek a csoport tudatossága az, ami már itt alakítja önmagát. Ugye a pillanatból metafora, fölzabáltuk a földet, hernyó módjára. Megettük az egész fát, mindent megettünk már lassan. Jó, meghíztunk, semmi nem fér már belénk, az ég lett a világon. Itt vagyunk most bebábozódva. Most ebben a bábon belül zajlik az, hogy most kiből mi lesz. Egy folyékony, elfolyósodott táp, vagy pedig elkezdődnek a kis pillangószárnyak, a kis pillangolába, és a többi, és az Isten korban te itt fogsz repkedni. De ugye ez most van ez a folyamat, ezért nagyon sok minden áll, nagyon sok minden zajlik, nagyon sok minden történik most ebben a folyamatban, de következő dolog, ez egész egy egységes organizmus, ami itt történik. Igazából magától történnek a dolgok, nézzétek meg, magától történnek a dolgok. Amikor te már észreveszed azt, hogy valami történik, azt te már utólag észleled, csak utólag fogod fel. Mások használják ezt a kifejezést, mi már csak az after party vagyunk. Már rég megtörtént a dolog, amikor te már azt fölfogod agyilag. Ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, most nagyon nagy szükség van rá, mert az Isten korba nem vihetsz be semmit. A személy semmiképp. Itt állunk a tűfokán, de a tűfokán még egyetlen személy nem jutott át. Mert a személynek van egy csomó cucca. De a személy meg nem létezik. Jó, nézzük egy kicsit a felébredést. Miért mondtam ezt, hogy ez itt Isten bulija? Nem rajtad múlik a felébredés. Nem bánthatunk senkit azért, hogy ébredt, nem ébredt, ébredjél. Nem lehet a dügyből kitépni a virágot, mert ideje van, azt ő meg tudja. Az ember egy nagyon-nagyon szuper érzékeny élőlény, ugyanígy megvan az ő kis ritmusa, a kis élete. Nem lehet így bánni vele, hogy te ébredjél, te hülye vagy, hát nem látod, mi történik, nem lehet felébreszteni senkit. A megvilágosodás maga valakinek olyan katartikus, olyan megvázó élmény lehet, mint amikor valakit eddig egy kis biciklit vezetett, és adsz neki egy Ferrarit, hú, de nagy ajándék, ugye? Semmeddig nem fog tudni elmenni vele.
Tehát ennek megvan a maga gyönyörű, tiszta, természetes rendje, és nem mindenki vágyik a megvilágosodásra. Tehát amíg ki lehet elégíteni ezt a boldogtalanság igényt, valaki pénzt akar, valaki gazdagságot, valaki hatalmat, valaki szexet akar, nem tudsz vele mit csinálni. Ő ezt fogja csinálni továbbra is. Vannak, akiknek a tudatuk még a problémáik sem ér fel. Valaki észre se veszi azt, hogy probléma van egyáltalán. És lehet, hogy nincs is. A legnagyobb félelem az egóé, amelyik azt mondja, hogy ha ez az én feloldódik, akkor én leszek itt a leges, legnagyobb rabszolva, és majd mindenki azt csinál velem, amit akar. Egyetlen fogvatartod van az én. És amikor az én feloldódik, akkor megszűnik vele az összes félelmed és hitrendszered. És maga a megvilágosodás, az nem egy folyamatos örömrezgés és boldogság állapot, hanem a személyes valóságból, felébredsz az igazi valóságra, és lehet, hogy az élményeid, a fájdalmaid, a szeretetérzések sokkal élénkebb lesz, sokkal eredetibb lesz, igazibb lesz. Tehát itt nagyon-nagyon sok félreértés van, ami miatt mi beleavatkozunk a saját ébredésünkbe. Még egy dolgot szeretnék akkor így a végében, már csak egy perc van, az isteni szerelemről. Hogy amikor két személy szerelmes lesz egymásban, legyen az ikernák szerelem, bármilyen isteni szerelem, az még mindig az igaz isteni szerelemnek csak az előszobája és az előjátéka. Mert az igaz isteni szerelem az az, amikor ez az én, ez a személyes én kioldódik, és az igazi istenné válik, magává az isteni energiává válik. Ez a valódi isteni szerelem. Amikor ez az összehúzottság megszűnik, és ez a valódi feltétel nélküliség lesz. Amikor megérsz mindent, a végtelenséget, és ebben a semmiben megtalálod a mindent, még egy utolsó gondolat, hogy egyetlen egy dolgot nem adtunk még meg, és nem is biztos, hogy itt ma tervezte valaki megadni nektek, amikor már minden itt van, minden információ, minden tudás, minden anyagi dolog, minden, tényleg mindenből és mindenből sok is van, egyetlen egy dolgot még nem adott meg senki, a semmit. És ez a semmi, ez nagyon hiányzik, mert ez mindennek a forrása. Az a semmi, aminek nincs jelentése, nincs értelme, nincs értéke, nem akar tőled semmit, nem ad tanácsot, nem akar téged megváltoztatni. Nem foghatod meg, és mivel nem ígér semmit neked, ezért nem tudod megkifogásolni. Gondoljatok a semmire. Köszönöm szépen.